Mitsubishi Evo 9-ben ültek. Hát akkor ez megér egy kérdést, azt gondolom. Az autóval kezdtem el elsőzni 2000-ben, úgyhogy felővettük, felültettük, megkészítettük erre a historik elsőzésre. Igazából nagyon örülünk, hogy visszaülhetünk a Mitsubishi után is. A prologon mire számíthatnak a nézők, egy ilyen Trabant egyáltalán mit tud mutatni? A legjobb időre, szerintem. És már is érkezik 23-as rajtszámmal. Favre aki egy hónappal ezelőtt egy Evo 9-es Mitsubishivel versenyzett, most meg egy Trabanttal. Tudni kell, jön, gyerekek, jön. Egyébként a lényege az, hogy a Stryden Zoli Trabanttal kezdte a pályafutását, és van neki egy ilyen historikus Trabantja, és ha már historik meccsekről, ami meg mégiscsak historik Európa-bajnoki futam, akkor a Stryden Zoli elveszte az autót, egy megbecsülendő. Rally harmadosztályban dobogós volt a Trabantok között.
kilenc. És érkezik egy Trabant, Strider Zoltánnal és Koch Péterrel. Trabant VRC-vel, ahogy a kiírás mutatja. Egy nagy tapsot ők is megérdemelnek, hiszen megnyerték a kategóriát, és a Strider Zoli egy Mitsubishi ült vissza Trabantba. Na mesélj nekem, milyen volt 300 lóerő után 50-nel menni? 250-nek kevesebb a rossz számoló. Egyébként nagyon jó, azért is nem gurultunk elő, mert a fék nem fog rajta, tehát itt elütnénk az összes fotóst. De a féked az tegnap óta nem fog. Az elejétől kezdve nem fog, kézifékkel veszünk minden féktávot. De örülünk, hogy itt vagyunk, óriási köszönöm az egész csapatnak, a családnak, mindenkinek. Örülünk, köszönjük Pécs. Csak a Mitsubishi az elfelejtheti, hogy többet versenyre meg maradatra, mit? Nem felejtettük el a Mitsubishi verseny egymást. Lehet, hogy azért is eljövünk valamikor ide. Legyen így. Strider Zoltán és Koch Péter, akik tehát megnyerték a kategóriájukat és a csoportjukban a második helyen végeztek itt a 49. Újházcentrum Létaker Mecsekrallin. És most már csak fék nélkül be kell gurulni a parktermébe. Jó lesz az itt a férvényén.